Hírstúdiónk vendége nagy tiszteletű Koncz Tibor Esperes, akivel a református óvoda terveiről ad tájékoztatást. Mai vendégünk nagy tiszteletű Koncz Tibor Esperes. Üdvözlöm Esperes urat, és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszöntöm, és én is köszönöm a meghívást. Egy hatalmas beruházás elején vannak nevelési intézmény tekintetében. Mit lehet tudni a részletekről? Igen, ezt már megénekeltük egy évvel ezelőtt, hogy hát nekünk a Covid járványnak az egyik legnagyobb áldozata az az óvoda beindítása. Tekintettel arra, hogy már egy évvel ezelőtt olyan helyzetben voltunk, akkor pont a kiviteli terveket majdnem, hogy napra pontosan elkészítettük, hogy ez a híres hírhet, fehér holló, annak az átalakítása. És a Covid járvány, gondoljuk el, tehát tavaly február 20-ára készült el a kiviteli terv, ugye annak van egy minősítése, annak van egy olyan átfutási ideje, amíg minden úgy a helyére kerül, és májusban meg be kellene adni a használatba vételi engedélyt, meg a működési engedély iránti kérelem nyomtatványait. Bejön márciusban egy olyan Covid járvány, ami leállítja az országot. És legközelebb júniusban van feloldás belőle. Tehát pont az az idő, amire azt mondjuk, hogy na, ha igazán effektív munkavégzésre alkalmas, az kiütődik. Semmi gond. Elkezdtük szeptembertől, novembertől, megint kaptunk egyet, úgyhogy megint ugyanott tartottunk. De hála Istennek most ott tartunk, hogy közben megvolt a terv optimalizáció, és megvan a terveknek, hát nyilván ugye át kell nézni, megvan az átvizsgálása, éppen a napokban van, vagy kezdődik a beszerzésnek a kiírása, és ha ugye ez egy átalakítás, egy felújítás, ha Jóisten megtart bennünket, akkor március vége felé az effektív munkavégzés elindulhat, tehát mindenképpen szeptembertől már be kell indítsuk az óvodát. Tehát ez az elv, és most még azért nincs munkavégzés, mert ugye a munkaterület még nem lett átadva, de a felmérések alapján mi úgy gondoljuk, hogy augusztus elejére teljesen elkészül az óvoda. Nyilván itt egy átalakításról van szó, ezt azért el kell, hogy mondjam, hogy ha valaki emlékszik még, hogy hogyan nézett ki a fehér holló, akkor az meglepetésben lesz részesítve, mert hát falakat kell beépíteni, akkor helyiségeket kell kialakítani olyan helyeken ott, ahol nem is gondoltuk volna, vízes blokkokat kell kialakítani, tehát ez az az idő, ami miatt eltolódik az átadás, átvétel, a működési engedélynek a kiadása, de ebbe az időbe, ami előttünk van, ez belefér bőséggel. Anyagi forrásaink megvannak rá, tehát ha most el tudjuk kezdeni, akkor mindenképpen szeptember 1-től elindul a óvodánk. 3 csoporttal, ez a jövő. Legalábbis az első időszakban, és aztán utána pedig az igényektől függ, mert van egy következő tervünk, hogy esetlegesen többi csoporttal is, tehát több csoporttal is tudunk indulni, hogyha erre lesz a szülők, a lakosság részéről igény, akkor megvan a tervünk arra, hogy hogyan tudunk belépni ebbe a óvodai, nevelői munkába akár egy-öt csoporttal. Esperes úr, köszönöm az interjút. Én is köszönöm a lehetőséget.